did. Lehetséges, hogy Jeruzsálem római ostromának idején a templomban rejtették el az erekéket? Lehetséges, hogy a holtengeri tekercsek valójában kincses térképek, amelyek elvezetnek a relikviákhoz? És vajon milyen titkokat rejteget még Izrael fővárosa? Magáról Salamonról keveset tudunk, de a kincseiről annál többet. Ha minden igaz, a frigyládát a Salamon király idejében épült első templomban rejtették el. Mindenki tudta, hogy a babilóniak már a városkaput ostromolják, és hamarosan áttörik a falat. Nem csoda, hogy az emberek elrejtették az értékeiket. Elképzelhetőnek tartom, hogy a sziklamecset alatti barlangokban még 2-3 vagy akár 4 helyen is találhatnánk kincseket. Tiltott történelem. Salamon kincse. Jeruzsálem. A korabeli források szerint Salamon templomában rejtették el az ókori világ legkáprázatosabb kincseit, többek között a menórát, a szent sátrat, valamint a frigyládát is. Az Ott Testamentum szerint a frigyláda azért számít annyira értékes erekének, mert varázs ereje van, és a mítosz szerint legyőzhetetlenné teszi a birtokosát. Márpedig a legyőzhetetlenség korlátlan hatalmat jelent. Így nem csoda, hogy Salamon olyan nagy gonddal őrizte a ládát, amit azóta is lelkesen keresnek a kincsvadászok. Salamon király volt, vagyis nem akármilyen kincsei voltak. Az ő birtokában voltak a történelem talán legfantasztikusabb relikviái. Ezeken felül számtalan más műtárgya is volt, és talán még a Szent Grál is az övé volt. A frigyláda és a menóra a Salamon legismertebb kincsei közé tartozik, de az uralkodó ékszerekben, szent tárgyakban és aranypénzben sem szenvedett hiányt. A kérdés az, hogy mi történt ezekkel. Azt tudjuk, hogy Jeruzsálemet többször is megtámadták, és Krisztus után 70-ben szinte porig rombolták a rómaiak. A rómaiak hatalmas sereggel ostromolták Jeruzsálemet, és mindenki tudta, hogy az előzőleg lezajlott konfliktusok miatt Titus generális senkit és semmit sem fog kimélni. A jeruzsálemi papok tisztában voltak az elkerülhetetlen bukással. És immár csak egyetlen dolog érdekelte őket. Az, hogy minél gyorsabban elrejtsék a kincseket, az erekjéket és a relikviákat. Ők is tudták, hogy nincs sok idejük, ezért csak felnyalábolták a szent tárgyakat, és megpróbálták biztonságos helyre vinni őket. És ne feledjük, hogy ezen tárgyak előtt máskor leborultak és imádkoztak, de a nagy sietségben úgy bántak velük, mintha hétköznapi dolgok lettek volna. Egyszerűen zsákokba haigálták, vagy a köpenyükbe csavarták őket, és mindet a föld alatti kincses kamrába vitték. Ma már tudjuk, hogy az a bizonyos kincses kamra kész labirintus volt. És mivel a főpapok már az idősebb generációhoz tartoztak, nem nehéz elképzelni, hogy milyen kimerítő lehetett számukra a labirintus és a templom között szaladgálni. Az ő feladatuk volt, hogy megtalálják a legjobb rejtek helyeket, és mindent megtegyenek azért, nehogy a rómaiak rábukkanjanak az izraeli nép legértékesebb erekjére. A történészek egészen az 1590-es évekig úgy vélték, hogy a rómaiak mégis rátaláltak a kincsekre. A Qumran-hegység egyik barlangjából előkerült holttengeri tekercsekből sok minden kiderült arról, hogy milyen élet folyt a templomban Salamon idején. Az egyik tekercs különösen felkeltette az akadémikusok figyelmét. Ebben ugyanis pontról pontra leírták, hogy hová rejtették a papok a kincseket a rómaiak elől. Ez volt az a pillanat, amikor a történészek rádöbbentek, ha meg akarják találni az erekjéket, Jeruzsálem alatt kell keresgélniük.
A tekercsekben azt taglalták, hogy miként lehet rátalálni a kincsekre. Például leírták, hogy ebben és ebben a völgyben lesz egy épület, ami mellett van egy ciszterna, amelytől X lépésre van a pénz. Persze egy ilyen útmutató alapján aligha lehet bármit is megtalálni, ami viszont azt jelenti, hogy azok, akik a tekercsekre írtak, pontosan tudták, hogy hol vannak a kincsek. Szóval a tekercsek nem voltak elég jók térképnek, de bizonyították a kincsek létezését. Igen. Tudja, az emberi természet az ókorban is olyan volt, mint most, és a vészhelyzetben csak két dolog számított, a menekülés, valamint az értékek megmentése. A rómaiak ostromának emlékét ma már csak Salamon II. Templomának külső fala, a Siratófal őrzi, amely a zsidók legszentebb imahelyévé vált. Sokan hisznek abban, hogy a Fridládát a Siratófal közelében rejtették el. Vajon lehetséges, hogy ez csak ugyanígy van? Az bizonyos, hogy Salamon mesés vagyonnal büszkélkedett. Mindenki ismeri a bányáiról szóló meséket, ahonnan a király az aranyat hozatta. De ha ez csak mítosz, az uralkodónak akkor is rengeteg ékszere, gyémántja és drága köve volt, amelyek gazdag emberré tették. Ha ezeket csak ugyan elrejtették az ostrom idején, akkor azoknak valahol a jeruzsálemi templom alatt kell lenniük. Elképzelhetőnek tartom, hogy a sziklamecset alatti barlangokban még 2-3 vagy akár 4 kupac kincset is találhatnánk. Számos teória született azzal kapcsolatban, hogy vajon mi lett a kincsek sorsa. Az egyik elképzelés szerint egyszerűen csak elrejtették őket, de többen is úgy vélik, hogy a főpapok másolatokat készítettek az erekékről, amiket a templomban hagytak, és a valódi relikviákat pedig elrejtették. A Fridláda sorsát homály fedi, és a Biblia alapján csak annyi tűnik biztosnak, hogy valahol Jeruzsálemben tűnt el. A kincses térképek világos utasításokat adnak, például olyat, hogy a harmadik lépcső alatt nyíló csapóajtóban ennyi és ennyi ezüst van. Az efféle instrukciók viszont csak azokat vezetik el a kincsekhez, akik tudják, hogy hol kell keresni azt a bizonyos lépcsőt és csapóajtót. És pontosan ez az oka annak, hogy a kincsek egy része még mindig a rejtek helyén van, és ezért fordulhat elő, hogy az emberek ilyen-olyan érdekességekre bukkannak egy-egy építkezés közben. A föld alatt rejtőző kincsek lehetősége miatt Jeruzsálem évszázadok óta mágnesként vonzza a régészeket és a kincsvadászokat. Simon Gibson is az erekjéknek szállottja, aki már több évtizedek kutatja a város alatt húzódó kiterjedt alagútrendszert. Alapvetően kétféle kincsről van szó. Salamon kincseiről, valamint a rómaiak hagyatékáról, azokról az értékes tárgyakról, amelyek Jézus idejére datálhatók, és amelyek a római ostrom idején kerültek Jeruzsálembe. Na már most. Salamon kincseinek hollétét homály fedi. Ezekkel kapcsolatban csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk. Az egyik ilyen teória szerint, ami igencsak logikusnak tűnik, ezeket elrejtették. Valószínűleg az történt, hogy amikor időszámításunk előtt 587-ben a jeruzsálemiek tudomást szereztek arról, hogy a babilóniak már a városkapunál vannak, akkor megpróbálták elrejteni az értékeiket. És hová más hová rejthették ezeket, mint a föld alatti kamrákba és alagutakba. Simon, ön jól ismeri a templomhegy alatti alagút rendszert? Igen, a kutatás jelenlegi állása szerint nagyjából 45 üreg, kamra, alagút és vájat van a templomhegy alatt, de az 1900-as évek óta csak a legritkább esetben nyitják meg ezt a különleges labirintust a nyugati emberek előtt. Szerencsére engem leengedtek, így a saját szememmel is meggyőződhettem a templomhegy alatt húzódó titokzatos világ valódiságáról. Szóval nekem elhiheti, tényleg elképesztő, hogy mi van a város alatt.
Van arra mód, hogy esetleg én is megnézhessem? Igen, azt javaslom, hogy menjünk el a templomhegy északi részénél lévő alagúthoz, és nézzük meg együtt. Ha szerencsénk lesz, talán rábukkanunk valami érdekességre, valami kincsre, ami mindez idáig rejtve maradt. Sőt, az is megeshet, hogy az alagút közvetlenül a templomhegy alá vezet bennünket. A régi templomokban őrzött, majd elásott tárgyak többségét megtalálták, és ezek egy részét helyi régiségkereskedők árulják. A kínálatban agyagedények, ékszerek, ezüstérmék, és még fegyverek is szerepelnek. A holmik jelentős része persze hamisítvány, de ha elég szemfüles vagyok, talán rábukkanhatok olyan dolgokra, amik 2 vagy 3 ezer évesek. Aki nem bóvlikra vágyik, annak a neves régiségkereskedőket érdemes felkeresnie. Azokat, akik közvetlenül a sírablóktól és az erekjevadászoktól vásárolnak. Állítólag Háder Beidun is ilyen. Háder? Jó napot! Jamie vagyok. Nagyon örülök. Hogy van? Jól. Szép az üzlete. Kíváncsira? Igen, nagyon. Ez fantasztikus. Tudja, engem Salamon kincsei érdekelnének. Tud esetleg mutatni valamit? Igen, már is. Ez itt például tetszeni fog. Ez egy kard. Mikori? Salamon korából való. Tényleg? Bizony. Szóval kb. 2500 éves? 2700. Na hát. És van egy sisakom is. Tessék, ez az. Ez is ugyanabból a korszakból való? Igen, nagyjából. Az ilyeneket a katonák viselték? Nem, vallásos szertartásokon használták. És ez miből van? Bronzból van. És a kard is? A szeme üvegből van. Na hát. Ez üveg. Nagyon szép. És a kard, amit az imént mutatott, az... Az is bronz. Azt harcban használták. Igen, értem. Ez mennyibe kerülne nekem? Ez 7500. Shekel? Dollár. Dollár? Igen. Ez a legjobb ajánlat? Igen, ez. Biztos tud jobbat. Esetleg adhatok mellé valami ajándékot. Rendben. Egy érmét mondjuk. Jól hangzik. Megmutatnál? Ezt addig lerakom. Ön szerint milyen kínálat vár a nevesebb régiségboltokban? Miféle tárgyakat találhatnék azokban? Az attól függ. Amikor belép egy üzletbe, az eladó először felméri, hogy mennyire komolyak a vásárló szándékai. Ha úgy látja, hogy csak átlagos érdeklődő, akkor nem fogja megmutatni az értékesebb tárgyait, hiszen tudja, hogy az illető nem tudná megfizetni, mondjuk a holtengeri tekercs egy darabját, vagy egy értékes olajlámpást. Ha viszont az eladó úgy ítéli meg, hogy komoly vevővel van dolga, akkor a hátsó helyiségekbe is bevezeti, azokba, ahol az értékesebb holmikat őrzi. Ha viszont igazán különleges ügyfélnek gondolja a vevőt, akkor a titkos kamrákba is bevezeti, azokba, ahol a legértékesebb, legkülönlegesebb tárgyait őrzi, a valódi kincseket. Ez a második templomból való. Tényleg? Igen. Jól van. Salamon korabeli. Rendben. Ez egy második templomból való ezüst sékel. Na hát. Ez igazi ezüstpénz. Elképesztő. És ez sokat ér? Természetesen, hiszen ezüstből van. Értem. Sok olyan kincs van, amit olyan helyeken rejtettek el, ahol bárki megtalálhatja őket. És az emberek persze meg is találják ezeket. Ha átadják őket a hatóságoknak, akkor ugyebár egy fityinget sem kapnak érte, viszont eladni csak a fekete piacon tudják. És általában ezt az opciót választják. Sok kincs van Jeruzsálem alatt? Nem tudjuk biztosan, de valószínűleg igen, még sok van.
Az alagutakra gondol? Igen, de hadd mutassak még valamit önnek. Jól van. Ezt csak a gyűjtőknek szoktam megmutatni. Megtisztelő. Szóval akkor ezt a helyiséget nem szokta... Nem szokta mindenkinek megmutatni, ugye? De nem ám. Ide csak azok léphetnek be, akik évek óta komoly vevőim. És ezek a tárgyak mind a föld alól valók? Úgy van. Ásatásokról? Meg sírokból. Értem. Az igazi kincsek drágák, és a kereskedők csak a leghűségesebb vevőiknek mutatják meg őket. Nincs olyan, hogy valaki csak úgy bemegy, és vesz egy ilyet. De azért megpróbálhatom? Persze. Akkor úgy lesz. Hát a szerencsém lesz. Talán az lesz. Ez egy bika. Érdekes. 3000 éves. 3000. Ebből ittak. Meglepően jó állapotban. Igen, teljesen épp. Pedig nagyon régi. És ezt hol találták? Valahol délen. Úgy érti... Pontosan. A város alatt? Ahol a titkos barlangok és alagutak vannak? Meg a sírok. És ezt mire használták? Itt betöltötték a bort, és aztán a szájából ittak. Szóval ez egy ivókupa. Igen. Így használták? Igen. Értem. A tetejénél betöltötték a bort, a szájából pedig megitták. Ez káprázatos. És milyen szép színe van. Mennyibe kerül? 4500 dollár. 4500 dollár. Na hát. Az izraeli törvény szerint bárkinek lehet régiség kereskedése, vagyis tulajdonképpen mindenkinek lehetőségében áll az, hogy régi lámpásokat, edényeket, szobrokat vagy más régiségeket áruljon. Van azonban egy másik törvény is, ami tiltja az illegális ásatásokat. Ez a két rendelet viszont nem fér meg egymás mellett. Mi több, az egyik kizárja a másikat. Ez azt jelenti, hogy a kereskedőknek kell egy kis kapcsolat, amit meg is találtak. Azokat a többnyire hétköznapi tárgyakat, amelyekhez legálisan jutottak, a boltjuk nyilvános részlegében árulják, és hitelesítési tanúsítványt is adnak hozzájuk. De ha egy illegális ásatásról szereznek be valami igazán értékes holmit, akkor azt a titkos helyiségekben tárolják, és csak a régi vevőiknek mutatják be. Így aztán ezeket a relikviákat végül a legnagyobb titokban tudják kicsempészni az országból. Simon elintézte, hogy én is megnézhessem azt az óváros alatt húzódó alagutat, amely a Salamon második temploma alatt lévő Zedekiás barlangba vezet. Simon, a barlang még mindig feltárás alatt van? Tulajdonképpen igen. A Zedekiás barlang feltárása elvileg a 19. és a 20. század fordulóján ért véget. De nemrégiben újabb kutatások kezdődtek, amelyeket az amerikai régész Ron Wyatt pénzel. Ő az, aki a Fridládát kereste? Igen, igen, ő. Az 1970-es években rábukkant egy alagútra, amely nagyon közel van Zedekiás barlangjához. És azt állította, hogy nem csak a Fridládát találta meg, hanem más értékes kincseket is. Még fényképeket is készített róla, de a képek eléggé homályosra sikeredtek, így nem sokra megyünk velük. Ráadásul azt sem tudni, hogy Wyatt hol is keresgélt pontosan. Az egyik lehetséges hely az épp a Zedekiás barlang, ahová most megyünk. Ez a föld alatti Wyatt hatalmas, és valójában nem csak egyetlen helyiségből áll, hanem folyosó és alagutak sokaságából. Én többször is eltévedtem benne, de szerencsére mindig volt nálam térkép, úgyhogy mindig kijutottam.
Ezeket a falakat maga Salamon építette. Az a barlang pedig, ahová nem sokára belépünk, valójában egy barlangrendszer, ami Jeruzsálem alatt húzódik. A források szerint Salamon második templomát a Zedekiás barlangban bányászott kövekből építették fel. És ha hinni lehet a szóbeszédnek, a barlangból több olyan titkos átjáró is nyílt, amelyeken keresztül a sírrablók és a csempészek eljuthattak a templom romjaihoz. Na, milyen? Elképesztő. És arra mi van? Már is megnézzük. De csak hogy tudja, oda egyébként nem szokták leengedni a turistákat. Értem. A barlang mélyén egy föld alatti világ tárult a szemünk elé, ahol szinte képtelenségnek tetszett, hogy valóban Jeruzsálem nyüzsgő forgataga alatt sétálunk. Nézze csak, ez igazán páratlan látvány. Ahogy látja, az alagút, amin bejöttünk, egy tágas helyiségbe vezet. A földön azon kövek egy részét láthatja, amiket a falakból bányáztak ki. Elképesztő, micsoda munka lehetett kialakítani ezt az egész föld alatti labirintust. A falakban lévő bemélyedésekben törmelék van, amik újabb titkos kamrák bejáratát rejtik, és sokszor még azokból is újabb helyiségek nyílnak. Ez pedig azt jelenti, hogy tulajdonképpen több szint van egymás felett, és voltak éppen egymásra építették a kamrákat. James, mutatnék még egy érdekességet. Nézze ezeket a falfirkákat. Több dátum is van, 1869, alatta pedig 1874. Ez itt pedig a szabadkőművesek szimbóluma. Az a Richardson nevű fickó, aki a falra írt, maga is ehhez a titkos társasághoz tartozott. De persze a falon olyan kalandorok neve is olvasható, akik szintén itt jártak a barlangban. Vannak köztük fontos történelmi személyek is, például amerikai konzulok. De menjünk is tovább, megmutatom a másik kamrát is. Rendben. Ez tulajdonképpen egy akna. Innen lehet lejutni a többi barlangba, azokba, amelyek alattunk vannak. Szóval, mint látja, ez a barlangrendszer voltaképpen olyan, mint egy emeletes ház, amelynek több szintje van. Elég izgalmas, nem? Lemehetünk? Igen, menjünk. Az Zedekiás barlangot régen Salamon bányájaként emlegették, és ez is azt mutatja, hogy milyen hatalmas ez a föld alatti alagút és barlangrendszer. Az Zedekiás barlang több száz méter hosszan kacskaringózik Jeruzsálem alatt, és könnyen elképzelhető, hogy vannak még benne elrejtett kincsek. Ahhoz persze, hogy valaki átkutassa az egészet, ezer év is kevés lenne, hiszen rengeteg kőtörmeléket kellene elhordani. Én biztos nem szánnám rá magam erre a feladatra, még úgy sem, hogy tisztában vagyok vele, ez a barlang nagyon is potenciális rejtek helye lehet a kincseknek. Na hát, látja ezt a kötelet? Ez azért van itt, hogyha valaki elveszne ebben a labirintusban, akkor a kötelet követve megtalálhassa a kijáratot. Mit Ariadné? Pontosan. Akkor vigyázok rá, jól van, mehetünk. Itt elég sok a csótány. Na jó ég, látom. Ezt nézze. Ezek az alagutak teli vannak üledékkel és törmelékkel. Épp ezért senki sem tudott még végigmenni rajtuk. Én egyszer nekiálltam megtisztítani az utat, de hamar feladtam. De ha valaki nekidurálná magát és járhatóvá tenni az utat, szerintem az derülne ki, hogy az alagutak egyenesen a templomhegyhez, pontosabban az alá vezetnek. Várja, megnézem a térképet. Vannak olyanok, akik még mindig kincseket keresnek a templomhegy alatt?
Hogyne, a régészek sosem adják fel, mert szeretnének minél többet megtudni Jeruzsálem történetéről. De persze amatőrök is gyakran jönnek ide, olyan kalandorok, akiket a kincskeresés mámora hajt, és akik a Fridláda megszállottjai. Engem gyakran felhívnak olyanok, akik azt állítják, hogy tudják, hol van a Fridláda, és mindenáron el akarnak vezetni hozzá. És tulajdonképpen mindig örülök ezeknek a telefonoknak, mert Jeruzsálem alatt tényleg annyi barlang, alagút és vájat van, hogy egyáltalán nem lehetetlen, hogy valamelyikben csak ugyan kincset találjanak. Most valahol itt vagyunk? Igen. Lemásztunk ebbe a kamrába, majd átmentünk ezen az átjárón, és most itt vagyunk, ennél az elágazásnál, ahonnan a templomhegy felé vezető alagút nyílik. És ez a templomhegy? Pontosan. És mennyire vagyunk tőle? Úgy körülbelül 50-100 méterre. Az nem sok. Nem, viszont nem tudunk elsétálni odáig, mert, mint mondtam, az alagút teli van törmelékkel. Ha persze valaki venné a fáradtságot és eltakarítaná a köveket, akkor innen már simán át lehetne sétálni a templom hegyig. Vigyázzon a fejére! Simonnal végül elértük az alagút azon részét, ahonnan már nem tudtunk tovább menni a sok törmelék miatt, amit valószínűleg a sírrablók halmoztak fel, hogy ne tudják követni őket. A barlangászás itt véget ért. Jeruzsálem önmaga alatt őrzi a történelmét. Ha ásni kezdünk, rátalálhatunk az egykor itt álló középkori város maradványaira, ami alatt pedig ott vannak a római kori utcák romjai. Dr. Keith Raphael régész több éven át dolgozott a templomhegynél, és jól ismeri az alatta lévő alagút labirintust. Keith szerint Salamon király titkos kincses kamrája közvetlenül a templom alatt volt. Milyen volt ez a kincses kamra? Képzelj el, hogy a tenyerem a legszentebb hely, a szentek szentje, ami Salamon templomának központi része volt. Na már most, ha hinni lehet a forrásoknak, akkor Salamon mindent megtett azért, hogy a számára fontos erekjéket szent helyen, vagyis a templom közelében rejtse el. Ha tehát a tenyerem jelképezi a templom alapzatát, akkor Salamon ez alá ásatott magának egy kamrát. Ezt azért tette, hogy ha a templom veszélybe kerül, vagy megtámadják a várost, akkor legyen hová elrejteni a kincseket és a frigyládát. A templomból tehát közvetlen átjárás nyílt a titkos kamrába, ami pontosan a legszentebb hely alatt volt. Salamon úgy gondolta, hogy abban a kamrában minden kincs biztonságban van, és ha elcsitul az űrzavar, és újból béke köszönt Jeruzsálemre, akkor a megfelelő személyek lemehetnek az erekjékért. Az egyik forrás szerint Salamon a jövőbe látott, és pontosan tudta, hogy Jeruzsálemet meg fogják támadni, és hogy a templomát földig rombolják majd. És mivel ezt tudta, volt ideje, hogy felkészüljön erre, és építessen egy olyan helyiséget, ahol az ostrom idején biztonságban tudhatja a legszentebb relikviákat. A Jézus idejében épült második templomból csak a silatófal maradt meg, amelyet a zsidó vallás egyik legszentebb helyének tartanak. Azt viszont kevesen tudják, hogy a fal a föld alatt is folytatódik.
Igaz, hogy a silatófalhoz egy föld alatti alagút hálózat kapcsolódik? Igen, így van. A silatófal csak egy nyolcad része annak a nyugati falnak, amit még Heródes király építetett a templomhoz. A nagy közönség által látogatható fal tehát csupán töredéke az egykori kőóriásnak. A föld alatti alagútból viszont még ma is látszik a fal többi részének alapja. Iszonyú nagy munka lehetett megépíteni. A munkálatok sokáig tartottak, és sokba is kerültek, pedig ez a fal csak egy támfal volt, nem konkrétan a templom fala. Persze, nyilván azért költöttek rá ennyit, mert a templom épségét védte. Két vállalta, hogy megmutatja a silatófal alatti alagutakat, és elkísér arra a helyre, amelynél közelebb aligha kerülhetek ahhoz a helyhez, amit Salamon első templomának legszentebb részének tartottak. Nem mi vagyunk az elsők, akik szeretnének rájönni arra, hogy mi történhetett Salamon kincseivel. És azt hiszem, ennél jobb helyet keresve sem találnék arra, hogy elmeséljem a templom és a kincsek legendáját. Az első nyugati kincsvadász, aki azért jött ide, hogy megoldja Salamon kincseinek rejtélyét, egy Charles Warren nevű férfi volt, aki egy palesztin expedícióval érkezett Jeruzsálembe. Mindez a 19. század második felében történt, de Warrennek sajnos nem volt elég pénze ahhoz, hogy kitisztítassa az összes alagutat. Csak két alagútra tellett neki, és csak remélhette, hogy ez a két alagút olyan helyre vezeti őt, ahol olyas valami várja őt, amiből rájöhet, hogy hol rejtették el Salamon kincseit. Tudta, hogy kis esélye van a sikerre, de nagyon bizakodó volt. Ha igaz, hogy Salamon király csak ugyan egy titkos kincseskamrát építetett a templom alá, akkor Warren járt a legközelebb ahhoz, hogy meg is találja a kincseket. Sőt, valószínűleg ő az egyetlen olyan nyugati kalandor, aki ennyire közel került ahhoz a helyhez, ahol a feltételezések szerint elrejtették az erekjéket és a relikviákat. A zsidók egy része úgy véli, hogy a Fridláda és a többi erekje még mindig a templomhegy alatti kamrában van. 1982-ben a Getz rabbi által vezetett ultraortodox zsidók egy csoportja megpróbálta áttörni a Warrenről elnevezett falat. A rabbiék abban bíztak, hogy a fal mögött vannak Salamon király kincsei. Szerencsétlenségükre azonban a fúró zajára a közeli mecsetet védő muszlim rendőrök is felfigyeltek, akik végül elkapták a tilosba járó zsidókat. Mennyire tudták megközelíteni a kincses kamrát? Nekem az a véleményem, hogy már csak alig néhány méterre voltak tőle. Getz rabbi 4 méterre volt a szentek szentjének tartott templom résztől. És alig 4 méterre volt attól a helytől, ahol szerinte a titkos kincses kamra volt. Ennyire közel volt hozzá? Nem semmi? Inkább ennyire közel. Gabi Barkai professzor az egyetlen olyan zsidó régész, aki a templomhegynél folytatott ásatás során érdekes tárgyi leletekre bukkant. Barkai professzor immár egy évtizede vizsgálja azt a törmeléket, amelyet az Al-Aqsa mecset építői hagytak a templomhegy oldalán. Megközelítőleg 2 millió agyagedény töredéket, üveget és érmét talált, amelyek egy része Krisztus előtt 1000-re datálható. Azt viszont valószínűtlennek tartja, hogy Salamon kincsei is a templomhegynél legyenek. Nézze, én nem vagyok igazi kincsvadász. De ha kincset találnék, természetesen örülnék neki.
Mindazonáltal sosem hittem igazán abban, hogy Salamon kincsei Jeruzsálemben lennének elrejtve. Ennek a városnak zaklatott történelme van, és minden generáció meglopta az előtte lévőt. És nem csak az értékes holmikat tulajdonították el, hanem még az építkezésen használt köveket is. Éppen ezért erősen kétlem, hogy Salamon kincsei megmenekültek az enyveskezőek kabzsisága elől. Mindez persze nem jelenti azt, hogy nem találhatunk értékes holmikat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az egyik kollégám nemrégiben 240 aranypénzt talált, amelyeket az utolsó Jeruzsálemben uralkodó bizánci császár veretett. Szóval mindenkinek lehet szerencséje. De az tény, hogy nem sok maradt Jeruzsálem egykori gazdagságából. A kincsek és az erekjék többsége már nincs meg. Jelenleg több ezer olyan önkéntes van a templomhegynél, akinek az a dolga, hogy kiválogassa a romok között lévő cserép, üveg és fém darabokat. Ezek itt mind cserépedény darabok, melyeknek egyértelműen meghatározható a kora. Vannak darabok, amelyeket könnyebb datálni. Ez is ilyen, mert ezen van egy perem, ami minden kétséget kizáróan arról árulkodik, hogy ez a rómaiak műve volt. Ez pedig itt egy szintén római kori olajlámpás töredéke, még a mintázat is tisztán kivehető a felszínén. Ez a harmadik pedig egy díszes kőburkolat darabkája. Ehhez hasonló római kori maradványokból több mint 2 millió darabunk van. 2 million pieces of pottery. Jeruzsálem a mai napig mágnesként vonzza a régészeket, hiszen itt mindig találni valami érdekeset. Simon Gibson elhívott az óvárosba, hogy megmutassa nekem egy ókori templom romjait, amely nem csak a kertjében lévő régi úszómedence maradványai miatt érdekes, hanem azért is, mert számos titkos kamra tartozik hozzá. Jamie, ez az, amit meg akartam mutatni önnek. Ez itt a medence. Nézze, milyen régiek a lépcsők. Lemenjünk körülnézni? Igen. Ajjaj, úgy látom, a kaput bezárták. Akkor át kell mászni. Rendben. Nézzük meg. Vigyázzon a lépcsőkön! Ezek a lépcsők a medencébe vezetnek, amiben még most is van valamennyi víz. A többi turisták elől elzárt romhoz hasonlóan a medencéhez is nehéz lejutni. Simonnal végül egy fémlétrának köszönhetően tudunk leereszkedni a mélybe. Ez itt tehát a medence. A lépcsők, amiket lát, mind eredetiek, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2000 évesek. A lépcsők között kis pihenő részek is vannak, hogy az emberek kifújhassák magukat, miközben leereszkednek a vízhez. Akik tehát elég jó erőben voltak, azok a lépcsőn mentek le a medencéhez, viszont az idősebbeket és azokat, akik nem örvendtek olyan jó egészségnek, ágyakon vitték le a vízhez. Az egyik evangéliumban van egy történet Jézusról. Hogy itt gyógyított? Igen. Így van. János evangéliumának 5. fejezetében van egy történet, amiben az áll, hogy Jézus eljött ehhez a medencéhez, hogy meggyógyítsa a rokkantakat. Állítólag még a víz is morajlani kezdett a jelenlététől. Azt nem tudjuk, hogy mindez igaz-e, de az tény, hogy erről a históriáról egy másik történetíró, Eusebiosz is megemlékezett. Ő azt írta, hogy Jézus érkezése után a víz gyöngyözni kezdett, és a felszínét bíborpirosra színezte a vér. De ha engem kérdez, szerintem nem erről volt szó. Látja itt ezt a repedést?
Nos, szerintem az történt, hogy amikor az északi medencéből átfolyt a víz ebbe a medencébe, a résben lévő levegő miatt bugyogva tört fel. Piros pedig nem a vér miatt volt, hanem azért, mert kioldódott a kőben lévő vöröses festékanyag. És ezzel meg is oldottuk a rejtét. Megvan még a lenti csatorna? Igen, és szeretném is megmutatni önnek. Most épp víz alatt van, de azért valamennyit így is láthatunk belőle. Igen, meg is jöttünk. Ez az a csatorna, amely összeköti a két medencét. Ez afféle gátként is működött, vagyis ha át akartak engedni némi vizet az egyik medencéből a másikba, akkor egyszerűen felemelték a zsilipet, és megvárták, amíg annyi víz folyik át a medencébe, amennyire szükségük van. Ide egyébként azok jártak fürdeni, akik testi-lelki megtisztulásra vágytak. Látja ott lent azt a kődarabot? Na, az az alsó csatornának a teteje, abban is elfért egy jó adag víz, így ha többre volt szükség, megnyitották azt a csatornát is, és a medence újból megtelt vízzel. Esetleg, hogy megnézhetjük-e? Igen, talán. Fogja meg? Megvan. Na, lássuk. Óvatosan. Hát, ha pont befér. Meg is van. Remek. Biztonságos? Hát, nem tudom. Eléggé besüllyedt, ha rálépek. De szerintem tehetünk egy próbát. De talán előtte jó lenne. Megemeljük? Igen, az jó lesz. Beszorult. Ki tudja emelni? Ez az. Sikerült, szuper. Hát akkor... Na jó, menjünk. Biztos? Igen. Minden rendben? Igen. Bent van? Igen. Mit lát? A csatornát, ami összeköti a két medencét. De nem tudunk átmenni rajta, mert túl magasan áll a víz. Nagy kár. Nem fog beszakadni? Nem, ne féljen. Ez elég erős. Látja? Erről beszéltem. Nem tudunk átmenni. A víz miatt? Igen. Kár. Oh, that's a shame. Erről ennyit. Simon nagyon bízott benne, hogy az alagúton keresztül át tudunk menni az északi medencébe. De az elmúlt napok esőzései miatt sajnos túl magas volt a vízállás, így meghiúsult a tervünk. Ez pedig azt jelenti, hogy a két medence közti alagút titka továbbra is titok marad. A sziklamecsetet és az óvárost elnézve, bizonyára sokan azt gondolják, hogy egészen kellemes tevékenység lehet itt ásatást folytatni. De ez nem így van. Gondolja, hogy még most is vannak kincsek a város alatt? Igen, én úgy gondolom, hogy még mindig vannak olyan kincsek, amelyeket anno az első templomban őriztek. Szerintem ezek egy része még ma is Jeruzsálemben van, de ebben a városban nagyon nehéz beszerezni az ásatáshoz szükséges engedélyeket. A templomhegy ma már politikai jelentőséggel bír, és sajnos a legritkább esetben engedik oda a régészeket, pedig nagyon jó lenne, ha bármikor oda mehetnénk, hogy kutatásokat végezzünk. És bár a bürokrácia hátráltatja a munkánkat, Jeruzsálemben mindig történik valami érdekes. Az izraeliek helytelenítik a jeruzsálemi régészeti feltárásokat. Arra hivatkoznak, hogy a fővárosban amúgy is túl sok etnikum képviselteti magát, és nincs szükségük még több szervezet vagy kutatócsoport jelenlétére. Ennek folyamányaként viszont egyre kevesebb ásatás van. Ön szerint vannak még a város alatt elásott kincsek? Szerintem igen, vannak.
Ha egy olyan páratlan bölcsességű ember, mint Salamon, biztonságban akarta tudni a legféltettebb relikviáit, akkor olyan rejtek helyet keresett nekik, ahol tényleg senki sem találja meg őket. Abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy Salamon nem csak egy rejtek helyet választott az értékeinek, hanem többet. És ennek következtében szerintem egyáltalán nem kizárt, hogy a sziklamecset alatti barlangokban még 2-3 vagy akár 4 helyen is találhatnánk kincseket. A szakértők többsége egyetért abban, hogy Jeruzsálem alatt még ma is vannak elrejtett terekjék. De hogy megtaláljuk-e őket valaha, azt nem tudhatjuk. Viszlát legközelebb!